Az angol Queen együttes szárnyas hajójával. Hat óra után, néhány perccel, rajongók százai várták a Mahart Bécsből érkező szárnyas hajóját, fedélzetén a Queen együttes tagjaival. A népszerű csapatot 50 főnyi stáb, az úgynevezett fehérkesztyűs műszaki gárda kísérte. A közönség nagy ünneplése közepette szálltak gépkocsikba és hajtattak szállásukra. És most pillanatokon belül kiderül, hogy még ennek a profi Queen együttesnek is volt mit tanulnia tőlünk. Azért igaz, ami igaz. Mi is tanulhattunk a Queen népstadionbeli koncertjéből. Egyszer azt, hogy milyen egy vérbeli profi együttes, másodszor a koncertről készült film forgalmazása kapcsán azt is megtanulhattuk, hogy mely országok tekinthetők szocialistáknak. A világpiacon nekünk marad a szocialista ország plusz Kína. Csak hogy végre valaki tisztázta, hogy vannak szocialista országok és van Kína.